Aki dolgozik, az csicska. Aki dolgozik, az csicska. Aki dolgozik, az csicska. Egy éven keresztül annyira hiányoztak nekünk a kőgazdag fiatalok. Nem is tudom, hogy bírtuk ki nélkülük. De most októberben végre visszatértek a tévéképernyőjére. Én szeretem a pénzt, és minél több van belőle, annál jó. És képzeljétek el, hogy a második évadra készült egy saját nótájuk is. Tetszik a népnek, ahogyan élem az életem. Elnézést kérek, azért mert túl jó megy nekem. Tetszik a népnek, hogyha Rich Kids-eket szétszedem. Csak a szoki. Rich Kids Hungary. Ezt a csinadrattát elő is adták a műsort cross-promózó Sztárban Sztárban. Látja, hogy meredek a pálya, 2021-ben beindult a pátja. Én vagyok a rangidős, úgyhogy engem kell itt a legjobban tippelni. Nézzük is, hogyan folytatódik a kőgazdag fiatalok második évadja. Mégis hogyan lehet ezt az eposzt folytatni? Imádom a pénzt, ha megérzem az illatát, akkor vagyok igazán boldog. A Season 2 azzal kezdődik, hogy Ogli három beállított, beállt lánykoszorújában ébred. Alszik, te alszik. Mi ez a finált az a téza is? Igen, nem lehet csak úgy felébreszteni, hát én egy király vagyok Magyarországon, sőt az egész világon. Senki se lehet a király. Három csajjal ébredtem, normális kategóriák, nem ezek a Goldeigerek, akikkel én szoktam mutatkozni. Ogli pedig kiosztja a feladatot a három anti-Goldeiger statiszta lánynak, menjenek el szépen és vegyenek neki ruhát. Neked el kell menni egy Jackie-ért, farmerért, neked még el kell menni egy szép új cipőért. Aki a leggyorsabb lesz, az el fog velem jönni erre a újra, jó? Be is hozzák neki a másik szobából a saját újra csomagolt használt ruháit. Azért látjátok, testvéreteknek nincs rossz ízlése, nagyon komolyan pacek a cipő. Van itt egy új úton. A pályázaton nyertes lány a lakópark erkélyén kap tőle egy ajándékcipőt, aminek kihangsúlyozza az árát neki, hogy tudja, hogy mennyivel jön. Ennek a cipőnek az ára amúgy 1000 euró, meg se kotya. A világon senki nincs jó, csak a milliárdosok vannak jól. Ogli tesókám annyira pacek lett az új évadban, hogy a pólók már nem is tisztelhetik meg a testét. Hogyha velem fogsz mutatkozni majd, akkor hogyha jól fogsz viselkedni, akkor ilyen pacekkal lehetsz együtt. Na. Ez a legnagyobb művészeti elismerés Magyarországon. Eközben Aurélió a takony 20 éves lett, ezért a faterja, mint minden 20 évesnek, neki is vesz egy sportautót. Istenetesen sokáig. Mi az, mutat? Az mi? Bölcsém! A nokedlik akkora autószakértők, hogy már a sluszkulcsból megmondják, hogy milyen autó. Mutam már. Egy R8. Adjál már. Miért néznek ki az Aurélió haverjai pont ugyanúgy, mint ő? Akkor te mit dolgozol? Én sem. Na, aki dolgozik, az csicska. Ez az autó most jelenleg 75-80 millió, 85 millió. Milyen szép roncsal pózolós képet lehet majd ezzel is csinálni az Instára. Csak adjunk neki egy pár hetet. Fóvárosi. Fiatalember leszek. Város. A cselekmény szerint Aurél Budapestre költözik, ahol a fater vett neki egy 200 négyzetméteres lyukat a Dunaparton. Lakásom körülbelül 200 négyzetméter. Árba ennyit tudok mondani, hogy egy nagyon-nagyon drága sportautó állnak. 75-80 millió, 85 millió. Szülinapi bulim előtt azért csak elviszom a barátaimat, hogy felavassuk a új házamat. A új ház felavatása előtt viszont találnak még egy meglepetést a csomagtartóban. Pénz? Csak 20 lettem, nem? Vajon már, fiacskám. Mi van oda írva? Kellék pénz. Nem mertek rendes pénzt használni egy olyan műsorban, ami a pénzről szól. Nagyon gáz volt. De érthető, hogy nem használtak rendes pénzt a forgatáson, nehogy már az alulfizetett tévéstáb elcsaklizzon belőle közbe párat. Ennek a kellék pénznek a gyártója biztos jól megszedte magát ezen a műsoron. Ő biztos, hogy kőgazdag lett belőle. Az egy apám az jó kinyalta a segget, ha már itt tartunk. Ennyi pénzből legalább egy magántanárt bérelhetne, hogy legyen érettség. Milyen jó, hogy az embernek ilyen kedves, támogató kamu barátai vannak, nem de? Miért nyalnál ki a seggemet? Nem értem. Mi, hogy miért? Ki is van nyalva a seggem, és? Ha miért nyalnál ki a seggem? Jó, ki van nyalva a seggem, és? De miért nyalnál ki? Elég jó lett a kakának a szaga, ami benne van, a kaka. Nem kell egy olyan tanárnő, akinek elég komolyak az idomai. Én teljes mértékben akkor figyelni fogok. Egy olyan homokóra alakú tanárnő kell, aki megtanítja leolvasni az órát. Nem tudom leolvasni az órát, minek? Ám nem csak a Nokedli költözik Budapestre, hanem Metta is, aki egy szállodában húzódik meg, amíg tart az állítólagos felújítása. Felújítom a tihanyi ingatlanomat.
Ez ugye azzal jár, hogy ki kellett költöznöm onnan. Miért is ne költöznék egy kicsit ideiglenesen a fővárosba? De az ötcsillagos szálloda tiszta retek, ezért neki kell kitakarítani. Ilyen a kőgazdagok élete. A szálloda választásnál az egyik fontos szempontom a 10 plusz csillagos tisztaság. Hát hiába, a kőgazdagoknak is megvannak a saját problémáik. Ha nem érzem a fertőtlenítőnek az illatát, akkor ott nincs rendesen kitakarítva. Az idei line-upot látva az igazi, kőkemény, kőgazdag fiatalok rajongóknak egyből feltűnhetett, hogy valaki hiányzik a sorból. A hercegék ugyanis az idei évadból ki lettek tagadva. Ki letté tagadva az olá cigányok közül? Ogli fiam sikeresen kifúrta az elajándékozott hercegnét meg a herceget. Nagyon szeret engem elajándékozni. Két dudás nem fért meg egy sárdában. És mit csinálsz azóta? Mutogatom magam. Helyettük viszont van egy új szereplő, a Vanda, akit ismerjünk is meg gyorsba. Szanyi Vanda Abigail vagyok, 27 éves, fiatalkorom ellenére saját vállalkozásaim vannak, köztük pedig magánegészségügyel is foglalkozok. És képzeljétek, ez a Vanda olyan gazdag, hogy 90 pár cipője van. 90 pár cipőm van, és van olyan, amiből a szivárványnak az összes színe megvan, úgyhogy eléggé nehéz cipőt választanom. Majd akkor szóljon, hogyha 90 háza van a világ minden pontján. Na ez a Vanda együtt él a Misi bácsival, a Sugar Daddy-vel, aki segít neki kiválasztani, hogy melyiket vegye fel a 90-ből. Misi bácsival évek óta ismerjük egymást. Misi bácsi, halljátok! Sokszor segít abban is, hogy mit hova vegyek fel. Ez nagyon ott van a szerem. Ebédelgetés közben pedig a következő generáció lesi a fortélyokat, hogy hogyan kell viselkedni. Csumi srácok! Rajongói, mert most nem tudok ezzel mit csinálni. Látszott, hogy ez a jelenet nem volt megírva előre. Ez nem a mindennapos. Én már ezt megszoktam. Volt, amikor 1500 ember futott utálom képet kérni. Az egy kicsit meleg volt, de megoldottam azt is. Auré meg kitalálja, hogy a saját buliába jetskivel megy. Már ugye nekem nem az az első, hogy én a Dunán azért jetskizek, azért egy-kettőször megszoktam ott fordulni. Parlament előtt, ahol fotóznak a kis minyonok. Még jó, hogy pont találta egy jetski parkolóhelyet a szórakozó hely előtt is. A buliban a kidobó pedig nem más, mint a tavalyi év egyik másodperc embere. Adam Security. Adam Security vigyáz a testi épségére mindenkinek a mai bulimon. Azért nem piskóta szerintem, ahogy kinéz. Papaszita kétszer kimarad a dobásból, ezért valakinek helyettesítenie kell. Jöttem volna egy bulira. Mondanám el. Az PS Jogli buszá is veszi, mi vagyok fönt. Jó, Máté. Jó, kösz. És a sik kis undiák Mbappé nagyon komolyan vette ezt a feladatot. Nem is enged be akárkit a helyre. Itt komoly face control van. Köszönjük. Hogy hívnak? Hát ennyi, babuli. Ki vagy te? Hát a Várenya úrja. Sik kis otti minden. Fent a gondolt fejvec bulizni, de ez az én buli. Értem, menjünk be. Jó, szuper, kösz. És látszik, hogy jól megy a szereplőknek, mert mindenki bereggelizett az elmúlt egy évben. Mert amúgy meg szerintem... Két kiló így az idő során. Hát azt inkább így behúznám a helyetre. Ogli gyorsba lekoptatja a kísérőjét, nehogy már vele kelljen tölteni ezt az exkluzív estét. Majd jövök, jó? Majd kicsit nézzél körül, jó? Majd kereste. Hol ez a szerencsétlen gyerek? Ezen az állítólagos bulin pedig hatan üldögélnek egy kanapén. Hát azért érdemes volt kibérelni ezt a helyet. Mindig szomorú jelenetek azok, amikor hat embernek el kell játszani, ahogy buli van. Nem hagytam, hogy elrontsák a bulimat, úgyhogy elkezdtem táncolni. Misi bácsi, halljátok! Hullik ránk a pénzeső. Oliver pedig egy zsák Monopoly Money-val lepi meg az Auréliót. Menjél valami normális szetet magadnak ebből, jó? Adtam neki egy pár millió forintot. Zsák pénzt. Kaka. Auréli meg toastot szeretne mondani, de Gogli illemtelenül beleböfent. Na figyeljétek ide, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Jézusom, Oliver, itt van! Komolyan elkezdott büfögni. A Mette, hogy valamivel kitűnjön ebben a buliban, a hajába húzott egy órát. Remélem feltűnik, hogy azért az én hajkoronám egy kicsit többet ér, mint az. Ez mit szépen? Az új hajgumi. Ez ötletes. Na ez a Vandának sajnos nem tetszett, aki ezért jól megszólta őt. És már csak nem is eredeti, legalább akkor nőit vettél volna belőle. És üzenem neked innen, hogy befektetésnek is lehet órát venni. Ha befektetésnek vette az órát, akkor ne zsírozza össze a hajával, mert veszít az értékéből. 1000 euró, meg se kottyan. A Mettának amúgy mi történt az arcával tavaly óta? Kicsit félrecsúszhatott az a G-pont feltöltés. Hialuronsavas G-pont töltés. Kipárologtatja a seglukadat. Ha lesz rá lehetőség, az első adandó alkalommal ki szeretném simítani a cérnaszálakat. Metta kisimítja a cérnaszálakat. Jelentsen ez a mondat akármit is.
ki szeretném simítani a cérna szálakat. Nagyon gáz volt. Aki dolgozik, az csicska. Aki dolgozik, az csicska. Idiot.